Több százan érkeztek a hétvégén a kaposmérői Kassai völgybe. Ezúttal ugyanis a hagyományos nyílt nap mellett az országos lovasi IESZ bajnokságot is itt rendezték meg. 50 induló volt, van a senior kategória, az 50 fölöttiek, van a felnőtt kategória, van az Amazon, a hölgyek, és vannak a juniorok. És mindegyik borzasztó erős mezőny, tehát egy iszonyat jó versenyen vagyunk túl. Most én azt gondolom, hogy a legjobb lovasi jászokat láthatjuk itt a pályán, ők maradtak a végére. A völgyben 1994-ben rendezték meg az első ilyen versenyt, azóta két évente érkeznek ide a legjobb lovasi jászok. Ez egy standard versenyszám, 9 vágta, egy 99 méteres pályán. Egy célra leadott annyi lövést, amint az íjász meg tud lőni. Így nagyon nagy baj ez a versenyszabály. Ló vágtába kell megtegye ezt a távot 20 másodperc alatt. A látogatókat nem csak a verseny, hanem a csodálatos környék is vonzotta. Eljöttünk, hogy megnézzük ezt a lovasi IESZ versenyt. Igazából ez a Kassai völgyetük, nem voltak még itt a fiatalok. Szerettem volna nekik megmutatni ezt a kis gyöngyszemet, amit itt a Lajos létrehozott. Hát igazából mi is IESZ-kodunk a faluba kis csapatként, és itt igazából hát tanulni jöttünk mi is egy kicsit, szóval tanulunk itt a dolgot, tanuljuk a dolgokat, meg hát itt az nagyon szép olyan dolog van, amit szívesen mutatok a srácoknak, meg ők is szívesen megnézik. Az országos bajnokság mellett kiegészítő programokat és nyílt napi bemutatókat is láthattak az érdeklődők.